Sziasztok, visszatért a világ legszebb kanapéjén, Trunktomi Double T vagyok, a Cipember, és ez egy új videó, méghozzá egy underrated, overrated videó. Mi is az underrated, overrated? Be fogok nektek most dobni cipőket, különböző sneaker modelleket, és megmondom, hogy ezek alul értékeltek, vagy fölértékeltek. Ez azt is jelenti, hogy esetleg olyan cipőt keresel, ami esetleg nagyot pöröghet a jövőben, érdemes jó szemmel figyelni ezt a videót, mert amit underratednek mondok, az akár hype is lehet még, és akkor haverjétek előtt lehetek trendben. De mielőtt még belekezdünk, fontos info, november 11 és 12-én érkezik a Sneakerness, Európa legjobb sneaker eventje Budapestre, úgyhogy legyetek ott, találkozunk, a Millenárison lesz, nagyon menő lesz. Kezdjük is bele! Tiffany Air Force 1-es, azt gondoljátok, hogy azt mondom, hogy underrated? Nem! Bár szép cipő, de ez overrated, túl van értékelve. Pontosan azért, mert ahhoz képest, milyen lehetőségek voltak ebben a kollabban, nem hoztak ki belőle mindent. Nagyon sok olyan koncepció volt, és különböző ilyen custom kiadások ebből, amik sokkal jobban néztek ki, és sokkal jobban nézhettek volna ki. Szerintem ez, akkor is lehet, hogy a fekete Air Force 1-est akarták fel felpörgetni. Nem lett elég menő ahhoz képest, hogy milyen kollab. Jordan 4, Travis Scott, még ugye az első kiadás, ez még nekem is megvolt, aztán nem evitolt barátomnak adtam el, amikor kinőttem. Fantasztikus cipő, alulértékelt, pedig mennyire fel vannak most hype-olva a 4-es Jordanek, mégis ez a cipő alulértékelt maradt. Ez egy nagy kedvenc, Dior B713-as, szintén a Travis Scott kollab, a Cactus Jack kiadás, és ez szerintem mindenképp alul van értékelve. Szintén ha azt nézzük, hogy milyen hype van a Travis cipőknek, hogy ez a cipő miért nincs hype-ban, a számomra egy csoda, mert ez egy nagyon menő Dior kollab lett. Én, nekem egy grálom, gráljaim között van, ha ebből egyet beszerezhetnék, az nagy öröm lenne. Lanvin Curve, ezt már láthatjátok nálam sok-sok hónap ezelőtt, amikor beszereztem Milánóban, és már előtte is beszéltem róla nektek. Szerintem a cipő nagyon alul van értékelve. Most Tobosz Lai Dominik is felvette frissen, ami sok mindenkinek feltűnt, úgyhogy remélem nem lesz aztán hirtelen overrated a cipő, csak már elkezdtem hordani, de viccet félretéve, jó király lehet, hogy Dominik is rányult, mert egy fantasztikus sneaker, mindenképp underrated. Heineken Dunk, 2003-as megjelenés, 20 éves cipő, az OG verzió nagyon alulértékelt, de hogyha kijön az új verziója, mert arra beszélünk, hogy lesz egy új verziója, egy updated verzió, az elég valószínű, hogy overrated lesz és túl lesz értékelve. Jordan egy high multicolor, szép színállás, underrated, én még nem láttam ezt beszélni róla. Adidas Forum Low, ez a cipő a legunderratedabb alapsneaker, ami létezik. Mindjárt mutatok is ebből egy másik verziót még, ami szerintem még alul értékeltem, de erről nem beszélünk eleget. Imádjuk az Air Force 1-eseket, és hype-ük az Air Force 1-eseket, de nem beszélünk a Forum Low-ról eleget. Itt van a Prada kollab kiadása, ez olyan A$AP Rocky modellkedette ez a kampányhoz. Fantasztikus cipő, underrated, underrated, underrated még háromszor is. Ez a cipő egy hatalmas kedvencem, szintén ebből, hogy ezt tudom szerezni. Ti mit tennétek abba a kis táskába? Én valószínűleg a sneakernek szégyeim. Kopold most. Stone Island Grime Sneaker. Nagy részt, hogyha designer márkák cipőről beszélünk, ezek overratedek szoktak lenni, nem tesznek bele elég nagy kreativitás és koncepciót, de Stone Island nem ez a példa. Volt már olyan kollabjuk, ami szerintem nagyon is, például a New Balance kollabjuk. Ez. Nekem ez overratedre sikerült. Szóval nem a legszebb New Balance modell választották hozzá, de ez underrated. Hoka. Wow. Itthon nem beszélünk róla, tehát csak underrated tud lenni. Külföldön szerintem már overrated. Azt gondolom, hogy ez egy túlértékelt cipő lesz, de pedig nagyon király ez a Hoka brand. Tehát, hogy remélem, hogy látok tőlük más modellt is, mert ez egy jól néz ki, de mert azóta látom, és nekem annyira performance irányba ment el, annyira futócipő a fejemben, hogy nekem nem elég streetwear egyszerűen. Ezért mondom azt, hogy overrated. Terminator High, Comme des Garçons, a Comme des Garçons kollab verziója fantasztikus, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez a cipő overrated. Azért, mert ez a Terminator High, bármilyen nemzeti sneakerboltba megyek, mindenhol lesz nyomják, mindenhol lesz pörög, Dover Street Marketen, az Atmosban mindenhol ez volt kint. Menő ez a Terminator, és kicsit ugye a Jordan 1-nek és az Airship-nek így a harmadik követőjét akarják belőle kreálni, de szerintem egyszerűen nem fog menni, mert túl sok a Jordan 1 és az Airship, mert az Airship ahhoz képest, hogy mekkora a Jordan 1 nem menő. Ahhoz képest nekem az a Terminátor nem adja beszélni eléggé a közönségnek. Mondjuk a Hokkára az előbb visszatérve, lehet, hogy az arra egy underrated-et mondok. Ambush Air Force 1-es, ez legyen underrated. Sok ebben a videóban az underrated, de ez legyen az, mert ez egy olyan Air Force 1-es, ami szerintem kreatív és izgalmas, és jó ez az oversize pipa, nem dumálunk róla eleget. Staple Pigeon Dunk, hihetetlen alulértékelt, underrated.
elképesztő. Ez a cipő és Jeff Staple sztoria, ahogy ő tervezte ezeket a cipőket, egyszerűen fantasztikus, egy igazi újkonyja ennek a kultúrának, úgyhogy higgyétek, hogyha azt mondom, hogy, ez, hogy Staple egy legenda, és ezek a cipők legendák. Nézzetek utána, akartok egy külön videót Jeff Staple munkájával? Galambos bácsi. Stussy Nike Air Penny 2, nagyon underrated. Fantasztikus cipő az Air Penny, a Stussy Cola verzió még tűzebb, úgyhogy ebből lehet, hogy beszerzem magamnak egyet. Ilyen 210 euróért fut retailen, nekem ez bejön. Szeretem az ilyen buszi cipőket, kicsit uptempo vibe-okat ad nekem. Air Max Scorpion, ez azért biztosan underrated, mert tudom, hogy ezt sokan itthon nem szeretik, pedig szerintem nagyon jó cipő. Hatalmas ez a talp, és higgyétek el, hogy ilyen innovációk jönnek nekünk a sneaker game-be jelenleg, amik ilyen kreatívak és ilyen izgalmasak és másfajták. Braindead Reebok Shaq Gnosis Collab, nagyon underrated Shaq sneakerét senki nem ismeri már, vagy nem hype-olja, pedig fantasztikus, de jól néz, így is ilyen uptempo vibe-okat hoz, ha ráutál az uptempo-ra nagy bumfi cipőket, ezt szerez be. Undercover Air Force 1 Low, én azt mondom, hogy overrated, de csak is azért, mert az, nekem túl nagy az elvárásom, mert annó, nem tudom, emlékeztek, az Acronym Air Force 1-esek, azok egészen elképesztőek voltak. Hihetetlen, zseniális, legjobb sneaker kollabok között vannak nekem így top 10 örökre, ikonikusak is voltak, hogy nekem az menő Air Force 1 kollab, ilyen techveres irányban, az Undercover ez nekem overrated. Air Humara Jacquemus kollab, underrated, nem beszélünk róla, én nem hordom el, nekem túl pink, de mondjuk barátnőnek legjobb választás, higgyétek el, barátnő cipőt akar, ezt szerezzétek be neki, imádni fogja, megoldódik minden probléma. Nike Air Terra Forma Off-White, a legunderratedabb dolog, amiről én beszéltem ezen a csatornán. Micsoda cipő ez, és nem tudom elnök róla, nincs hágya, nincs iszelje. Szerezzétek be, ez hatalmas. És végül de mondhatom sorban, Essex Wake Collab, beszélt már a Szöuli Atmosz videómban. Megmutattam nektek. Kérdeztétek, hogy micsoda. Ez egy underrated cipő. Essex Collabok underratedek, és az Wake Collab sorozat pedig még annál inkább. Úgyhogy már a videóban sok volt az alulértékelt cipő, de azért olyan cipőket elragadtam össze, amikért szenvedélyesen rajongok, úgyhogy remélem, hogy átjött ez a vibe. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, hogy nem akartok semmiről nem lemaradni, kövessetek TikTokon, kövessetek Instant, írjatok kommentet, hogy melyik cipőre vagy fenoménre vagytok kíváncsiak, hogy underratednek vagy overratednek tartom. Ja, és szerezzétek be a jegyeteket a Sneakernest, április 3-án launcholnak az early birdjek a oneticket.hu-n, millenáris november 11 és 12 Európa legjobb sneaker eseménye, találkozatok Gramsel. Leássatok hihetetlen cipőket, és szerezzetek be stíleket. Találkozunk ott. Ciao!